Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek a mai videóba. Ebben a videóban ismét elhozom neked a legfrissebb híreket, újdonságokat. Egy csomó jó hírrel fogunk ma találkozni ezen a videón keresztül. Megnézzük, Mike Novogratz mit gondol egy nagyon pozitív jelnek a medve piac végét nézve. Illetve megnézzük azt is, hogy az XRP milyen fontos mérföldkőhöz érkezett, hogyha lehet így mondani. Illetve megnézzük, hogy a nagyok mit jósolnak Bitcoin és Ethereum terén, plusz még néhány érdekességet csártokon megnézünk. Na kezdjünk is bele, én osztok egy képernyőt, és amíg odaérünk, addig szeretném mindenképpen elmondani, hogy semmi, amit ebbe a videóba hallasz, nem minősül sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak, kifejezetten szórakoztatást, információszerzést, edukálást szolgál. Légy szíves mindig, bármit is hallasz, nem csak tőlem, nem csak bárki, mindegy, hogy kitől, nézzél utána, és hozd meg azt a döntést, ami szerinted neked a legjobb lesz. Kezdjük a szokásos félelem és kapzsiság indexünkkel, ugye láthatjuk, hogy extrém félelemben vagyunk, most már gyakorlatilag, hogyha megnézzük ezt az ábrát, hosszú-hosszú-hosszú hónapok óta nem tudtunk kijönni a félelemből és az extrém félelemből. Gyakorlatilag félelemben voltunk, ugye, tehát csak félelemben voltunk, mondjuk a nyár vége fele, augusztus, ez viszonylag szép volt, de még ott sem sikerült átmennünk a semleges zónába, az azt hiszem 50-nél kezdődik, és onnan gyakorlatilag szépen augusztus végére megint extrém félelembe zuhantunk, hát mondjuk úgy, hogy ebbe az extrém félelembe itt oldalazgatunk, hogy most ez mi volt erről, hogyha nem ez az első videó, amit nézel, akkor szerintem már a bugyrot bele lehet azzal, hogy utolsó kirázás, meg kapituláció, meg minden egyebet hallhattál már ezzel kapcsolatban. A lényeg, ami lényeg, szerintem, hogy kimondhatjuk azt, hogy a kriptó most már nagyon, tehát most már gyakorlatilag szinte, majdnem, hogy azt kell mondani, hogy egy éve, ugye lassan egy éve lesz, hogy elérte a Bitcoin az új csúcsot, itt október legvégén, 20-valahányadika volt, pont nem emlékszem most melyik nap, meg tudjuk majd nézni, és azóta mélyrepülésben van az egész piac. Bitcoin is, altcoinok is, harmadára, negyedére van, amelyik akár 80%-os vagy 90% fölötti mínuszban van jelenleg. Tehát kimondhatjuk, hogy egy elég hosszú kriptotél van, volt, mindig jönnek érdekes és jó hírek arról, hogy most már tényleg vége, most már nagyon vége, most már biztos, hogy vége. Most is van, aki ezt jelzi. Én egy dologban vagyok biztos, ugyanúgy, mint ahogy folyamatosan jön a tavasz, a nyár, az ősz és a tél, hogy bármi is van, az elmúlik. Tehát az csak egy pillanat. Ez el fog múlni, ugyanúgy jönni fog egy fellendülés, mint eddig bármikor jött, de erre a gondolatmenetemre majd később visszatérek. Na nézzük az árelőre jelzéseket, hogy ki mit mond. Hát gyakorlatilag a Bitcoinnak ezen elemzés szerint 19.200-300 körül kéne kialakítania ugye egy ellenállási zónát, itt elég nagy a kereskedési volumen is. Viszont ma már volt lent 18.900-as, 800-as szinteken is talán, viszont mindenképpen, hogyha ezen a 19.000 pár százon tudna kialakítani egy viszonylag erős, stabil szintet, tehát mondjuk a következő, mondjuk a hétvégén, hogyha ezt meg tudná tartani, akkor van esély arra, hogy itt egy újabb pump jöhet, egy mini rally, mondjuk úgy. Itt beszélek kicsit arról, hogy kik voltak a legkomolyabb növekedők itt az elmúlt napokban. Tonocoin láthattuk is, a Chain, ez nem a Chainlink, hanem ez egy másik Chain, az Aptos, ezt nagyon jól lehetett kereskedni egyébként. Ezek mind-mind 11, 5, 6 és 7% körül mentek. Nézzük az Ethereumot, az Ethereumnál miről van szó. Ugye gyakorlatilag az Ethereum 1200-1300 környékén, mondjuk úgy, hogy hát most már ott pihen egy ideje, néha egy kicsit föl, néha egy kicsit le, mondjuk úgy, hogy viszonylag erős támaszt tud ez majd jelenteni neki a későbbiekbe, de ahhoz ezt az 1300-as szintet át kell törnie a cikk szerint. No,
Hát az Ethereum ára nem fog lejjebb menni, azt mondja ez a cikk. Méghozzá gyakorlatilag azért nem, mert nagyon erős támogatást élvez maga az Ethereum, mint token, illetve ez a cikk is arról beszél, amit az előbb elmondtam, hogy ezek az 1300-as szintek, ezek igen erősen tartják az Ethereumot. Egy másik jó hír, vagy egy másik, mondom, kezdem a jó híreket. Az Ethereum gyakorlatilag az első olyan, ugye egy hónapja volt már az Ethereum merch, és gyakorlatilag azóta deflálódik folyamatosan. Mit jelent? Hogy sokkal többet égetnek el, mint ugye különböző tranzakciók során gázdíj, NFT-t veszel, és a többi, mint amennyi új Ethereum keletkezik, ez jelenti a deflálódás, és erről beszéltünk már korábbi videókban is, ezek egyre szebb számok, és hát itt lehet látni a görbén is, hogy gyakorlatilag folyamatosan csökken az Ethereum kínálat. Én azt gondolom, hogy ez is segítheti egyébként azt, hogy meg tudja tartani talán ezt az 1300 körüli szintet, majd itt mindjárt rá fogunk nézni, igen, megint, tehát látjátok, 1295-ön van éppen, de most még nem ugrunk ennyire előre. Tehát örüljünk neki, hogy gyakorlatilag ugye amióta a Proof of Work leállt, és Proof of Stake-re ment át az Ethereum, ez volt ugye az Ethereum merch, azóta deflálódik, nem bocsátanak ki annyi Ethereumot, mind amennyit elégetnek. Ez jó hír azoknak, akik tartják az Ethereumot, vagy akik esetleg most kezdenek vásárlásba, azoknak is. Erről majd a végén még fogunk külön egy pár szót beszélni. Na nézzük, amit ígértem, mit mond Mike Novogratz. Ugye őróra tudjuk, hogy egy, hát végül is egy eléggé kriptofan, már szinte a legeleje óta, milliárdos is az úriember. Nekem nagyon szimpatikus az, ahogy ő nyilatkozik azzal a, mondjuk úgy, hogy visszafogottsággal, kulturáltsággal, nem hype-ol, hanem elmondja az ő álláspontját. Ha tudsz vele azonosulni, jó, hogyha nem, akkor teljesen mindegy neked ebből a szempontból. Ő azt mondja, az egyik legkomolyabb jelző az az, hogy gyakorlatilag az elmúlt negyedévben és az azt megelőző negyedévben 5, illetve 9 milliárd dollár vándorolt ugye kriptóba. És olyan helyekről, mint a Citadel, a JP Morgan, a Bank of New York, a BlackRock, ezek a legnagyobb játékosok, ahogy a Novogratz fogalmaz, gyakorlatilag a pénzügyekben, és hát ők is egyre inkább elkezdik azt, amit ezelőtt már több éve is mondott több szakember is, hogy a bankok el fogják kezdeni, úgymond valamilyen szinten népszerűsíteni a kriptót, és hát gyakorlatilag ugye nem csak az, hogy el fogják kezdeni, mert át kell majd állniuk, tehát a nemzeti digitális valuták, azok kriptók lesznek, stablecoinok gyakorlatilag, de minden esetre más jelleggel is fektetnek ezek a komoly intézetek kriptóba. És hát a másik, amit meg, hogyha már benne vagy egy ideje a kriptóba, akkor tudod, hogy az eddigi medvepiacoknak a vége, az viszonylag hirtelen volt. Tehát most szemléltetem egy egyszerű példával. Amíg mondjuk egy ingatlan piac helyreáll, hónapokat, éveket vehet akár igénybe. Egy pénzügyi szektor is, tehát most itt a bankra gondolok kifejezetten, hitelezés, betétkezelés és a többi, itt a technológia miatt is alapvetően hónapokra, évekre van szüksége ahhoz, hogy egy úgynevezett válsághelyzetből, mindegy, hogy azt háború, pandémia vagy mi okozta, de újra azt lehessen mondani, hogy nem csak az, hogy fellendülőbe kezd lenni, hanem hogy újra komoly szinteken van. A kriptónak ez mindig sokkal gyorsabb, ezért azt gondolom, hogy nagy részt a technológiának köszönhető, a kriptográfiának, hogy viszonylag egyszerű, nyomon követhető. Az egyszerűségét most ne úgy értsd, mert ebben nagyon sokan futnak bele, hogy egyszerű kriptózni, nem egyszerű. Meg kell tanulni ennek a, mondjuk úgy, hogy szakmának az alapjait. Erről is beszélünk majd pár gondolatot kicsit később, de alapvetően a kriptó mindig hamarabb mászott ki a mély pontjaiból, mint egy tőzsdepiac,
mint egy ingatlan piac, vagy bármi más. Na és akkor nézzük a talán mondhatni a szívemhez legközelebb álló hírt, hogyha láttad már pár videómat, akkor viszonylag hallhattad már tőlem azt, hogy én az XRP-t kifejezetten kedvelem, kifejezetten jó projektnek látom, és személy szerint komoly jövőt jósolok neki. És most az XRP-nak gyakorlatilag sikerült elérnie azt, hogy megkapjon olyan dokumentumokat ebbe a perbe, hogyha ezt esetleg nem tudod, akkor az XRP perben áll gyakorlatilag a SEC-kel, hónapok óta, másfél éve most már kávé, lehet, hogy több is, kettő, nem tudom pontosan, igen, 18 hónap pont itt írja, tehát, hogy 18 hónap és 6 bírósági, minek hívják ezt, határozat vagy ítélet, nem tudom, kellett hozzá, hogy eljussanak addig, hogy bekérje a SEC-től azokat a papírokat, amik bizonyítják azt, és ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kemény, hát vád lenne, de ez a cikk ez pont arról szól, hogy ez nem csak vádaskodás, hanem hogy ezekbe a dokumentumokba ez lelhető föl, ez még nem nyilvános, ez még csak a bíróság előtt van, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ugye a SEC-nél voltak olyan emberek, például ez a Hinman nevű úriember, akik egymás közt így leboltolták, hogy akkor most melyik kriptó legyen nyertes, melyik kriptó legyen vesztes, tehát hogy kicsivassunk meg, úgymond, bocsánat, hogy ezt ilyen egyszerűen fogalmazom, de ez volt a lényege, tehát hogy a SEC-en belül történtek ezek. Én nem akarok újabb összeesküvés elméleteket fogalmazni meg, bőven van elég már a világban, de úgy gondolom, hogy látva azt, hogy mennyire örülnek most az XRP-nál ennek a dolognak, azt gondolom, hogy biztos, hogy ez egy előrelépés, és hát gyakorlatilag, ugye, ahogy mondja is, hogy mindig jól éreztem magamat akkor, amikor úgymond a peres ügyben vitatkozhattunk, és most még jobban érzem magam, hogy kezdünk a győzelem felé menni, és hát, hogy mindig rosszul érzi magát attól az úriember, amit a SEC csinál, és igazából most csak még rosszabbul érzi magát ettől, mert hát beigazolódott az, hogy a SEC tényleg ilyen alantas módon próbálja elintézni a dolgokat. No, menjünk akkor chartra egy kicsit. Bitcoinnal kezdjünk. Nagyon igen, nézzünk egy kicsit. Kisebb időintervallumot, mondjuk 4 órásat. Én itt kifejezetten úgy látom, ahogy nekem ez itt be is van rajzolva, hogy volt itt egy mini downtrendünk. Én azt gondolom, hogy ez kb. Egy egyenlő szárú háromszög tud lenni, amiből nem törtünk ki. Itt volt egy kis kicsúszás belőle, ezt láthatjátok, de nem zárt alatta, tehát ez mindenképpen jó jel. Én azt gondolom, hogy nagy mozgások, ugye megnézitek, nem nagyon volt volatilitás mostanában, tehát itt az elmúlt órákban, napokban, viszonylag kis határ között, tehát ez a $1000 belül mozgott legkomolyabbat, tehát most azért az is százalékban, hogyha most megnézzük, jó, nézzük a legaljától a kanócnak, 9,45% volt, de hát ezt elcsípni szinte lehetetlen, szóval néhány százalékot mozog standard a Bitcoin. Látjuk azt, hogy a QMA-k, tehát az exponenciális mozgó átlagok viszonylag tolják lefele, de nem sikerült ugye áttörni. Itt, amikor láttuk, hogy 16-án, 17-én itt áttörte, visszatesztelt, akkor egy darabig fölötte volt, de hát úgy néz ki, hogy onnantól megint lefordultunk, hogy most innen ez megint úgy fog-e kinézni, hogy egy kicsit megyünk erre, majd ez visszafordítja. Én erre látok egy kicsit nagyobb esélyt, vagy pedig, hogyha stabilizálja itt magát, és mondjuk ez a, azt mondjuk tényleg, hogy ez a hétfő keddig mondjuk nem nagyon megy lejjebb ennél a 19 000, de hát, hogyha nem megy többet 19 000 alá a következő 1-2-3 napba, akkor én nagyobb esélyt látok, hogy fölfele fogunk elmozdulni, de
Összességében nem vagyok most túl bikás hangulatban ilyen szempontból. Na nézzük meg az Ethereumot, hogyha róla beszéltünk még. Én egyébként kereskedésben azt gondolom, hogy elég nehéz most kereskedni, pláne hogyha te nem scalp trader vagy, hanem swing trader, és inkább a párnapos trédekbe vagy, tehát ha megnézed, nem, nincs az az őrült nagy mozgás. Látjuk csárton is most azt, amiről beszéltünk, az Ethereum ezt az 1260-70 és 1320-30 közötti szintet tartja napok óta, néhány kisebb-nagyobb kiszúrással, viszont ő is az exponenciális mozgó átlagok alatt van. Eddig ezek általában elutasításra kerültek, vagy csak ideiglenesen tudta fölé vinni. Most ha napi szinten nézzük, akkor meg ugye pláne látszik az, hogy mennyire messze vannak egymástól az exponenciális mozgó átlagok napiba. Nézzük meg még azt, hogy Bitcoin dominancia hogyan is áll. Itt van. Látjuk, hogy emelkedett, tehát ugye azt a mélypontot, az a szeptember elejé mélypontot már mondhatjuk, hogy egész jól elhagytuk, tehát egy újra egy ilyen egészséges 42%-os környéki szinten van. Láttuk, hogy ennél ugye volt már jóval magasabban is, de én azt gondolom, hogy ez egy egészséges emelkedés volt most Bitcoin szempontból. Hát gyakorlatilag több token coint nem nagyon tudok most úgy mutatni, aki komolyabbakat mozgott, főleg a kisebbek mozogtak nagyobbakat, Casper, Chiliz, Apecoin, az Aptos, amit mondtam, hogy ő is szépet, tehát nem az, hogy szépet, hanem elég sokat mozgott, mondjuk így, de főleg a kisebb altcoinok mozogtak most nagyobbakat, nem a főbb altcoinok. És akkor végére hagytam a szivárványos csártot, hogyha nem most nézed először ezt a csatornánkat, akkor biztos, hogy láttál már ilyet. És nézd meg, most gyakorlatilag úgy vagyunk, hogy kilógunk picit a kék zónából. Gyakorlatilag ugye ezért is lehet az, hogy nagyon sokan már nagyon félnek. Amikor elértük ennek az alját, akkor volt az a hír, hogy nagyon sokan végső kapitulációba voltak. Én azt gondolom, és most a személyes véleményem jön, hogy szerintem az, hogy most egy picit kiléptünk belőle, nézd, itt is kiléptünk 2020-ba a Covid idején. Amikor volt a 2018-as medvepiac, akkor igaz, hogy nem léptünk ki belőle, de Covid idején is kiléptünk belőle egy picit. És itt van az, amit mondtam, hogy sokkal hamarabb talpra állt a Covid válságból is a kriptó. Most ez főleg csak ugye a Bitcoin, de ugye most a kriptóról beszélünk inkább egy kicsit. Sokkal hamarabb áll talpra, mint bármi más. Hogyha ez igaz lesz most is, és gyakorlatilag csak jövő év elején akár elindulunk fölfele a mostani árhoz képest, ha most megnézed, ez 22. november, még december, mondjuk itt vagyunk 23. január. Ha itt elindulunk fölfele, már ott is a mostani árhoz képest majdnem duplája. Hogyha nem indulunk el fölfelé, vége kék sávba maradunk, akkor is ez alapján, a csárt alapján 25-re gyakorlatilag 5-ször, itt mennyi most tudtam legyen, 20.300-osztad azt a vagyon. Nyilván, hogyha te itt vettél a csúcson, akkor nem. Viszont, amit én ezzel akartam mondani neked, vagy akarok üzenni neked, hogy a dollár átlagáros vásárlás, a személyes véleményem az, hogy még mindig az egyik legjobb stratégia, hogy kriptózni kezdje. Vegyél minden hónapba azért a kevés pénzért, vagy azért a sok pénzért, amennyiért te tudsz, vagy amennyi neked jól esik, némi Bitcoin vagy Ethereum. Hogy melyiket, tedd meg a saját kutatásodat, döntsd el. Én azt gondolom, hogy az mellett kimerek állni, hogy legyen kriptód, kelleni fog, nagyon jól fog ez jönni még neked, és gyakorlatilag, hogyha te ezt nem úgy jössz a kriptóba, hogy
ma betettem a pénzt, holnapra milliárdos vagyok, ha nem, akkor miért nem átvágtak, nem vágott át senki, maximum, hogyha elhiszel ilyen hülyeségeket, már bocsánat. Nem. Ez sem varázslat, ez sem csoda, hanem egy új technológia, egy új technológiának a feltörése, amiből emberek meg fognak tudni gazdagodni nagyon-nagyon, idézőjelben tök rövid távon, tehát most nyilván, akik most sírnak, hogy hol a bitcoin ára, azok nem azok, akik itt voltak mondjuk csak 5-6 éve, és 400-700 meg 1000 dolláron, meg 2000 dolláron vásároltak bitcoint, hanem azok, akik holnapra akartak meggazdagodni, akik 60 ezeren szálltak be, és akkor gyorsan 60 ezeren, akkor megveszed minden félretett pénzemet, akkor bitcoinba teszem. Elhiszem, hogy nekik most keserű a narancs. De én legalábbis biztos nem javasoltam senkinek, hogy ezt csinálja, mert egy túlfűtött piacba voltunk akkor. Ilyenkor, amikor ennyire lent vagyunk a kék meg a zöld szinteken, ilyenkor érdemes igazán vásárolni. No de, ahogy mondtam, nem pénzügyi tanácsadás. Hogyha nem tudod azt, hogy éppen, mert még új vagy, és nem tudod azt, hogy hogyan is állj neki, hogy regisztráljál, hol vegyél te egyáltalán bitcoint, mit csináljál vele, hogy ne legyen útba, hova ragd, akkor mindenképpen javaslom, a videó alatt megtaláld a linket, iratkozz fel a gratis webinárunkra, ott el fogjuk tudni neked ezeket mondani, el fogjuk tudni mondani azt, hogy milyen képzési lehetőségek vannak, amik közül tudsz választani, aszerint, hogy te milyen mélységekig akarsz elmélyedni a digitális valutákba. Örülök, hogy megnézted ezt a videót, légy szíves, ne felejts el nyomni egy lájkot, találkozunk legközelebb, gyönyörű szép hétvégét kívánok, szia-szia!